A 2017-es évben immáron negyedik alkalommal indult útjára a Mosolygömb akció városunkban, melynek célja, hogy pénzadományokat gyűjtve, majd abból játékokat vásárolva szebbé tegyék a rászoruló kalocsai gyerekek karácsonyát. Az advent időszakban a város számos pontján összesen 27 napon át várták a felajánlásokat. November 20-án kezdődött a gyűjtés a Mosolygömbben, és december 3-án, 10-én és 17-én az adventi gyertyagyújtások alkalmával a Sétáló utcában is tudtunk gyűjteni, ahol forrad borral, zsíros kenyérrel és meleg teával vártunk mindenkit. És a 17-én, az volt az utolsó gyűjtési nap, fölbontottuk a Mosolygömböt, és nyakunkba vettük a várost, és elkezdtünk játékokat vásárolni. Melyre több mint 350 ezer forint adomány érkezett. A játékokat szokás szerint becsomagolták, és egy ünnepség keretei közt a Városháza dísztermében a képviselőtestület tagjai a karácsonyfa tövében adták át a gyerekeknek. Volt közöttük baba, társas játék, Lego, kreatív játékok, könyv, nagyon sok szép játék. Sőt, volt hajkréta, azt hiszem, körülbelül ennyi autó, távirányítós autó, nagyon sok szép játék. Az ünnepség során a hang- vagy tehetségkutató nyertese Kis Eszter énekelt, a kézilabda klub jóvoltából pedig Lakatos Norbert, a vak lufi hajtogató varázsolt lufi költeményeket a gyerekeknek. De mindezek mellett érkeztek extra felajánlások is. Az idén ismét kaptunk a Viccai Optikától egy ajándékot, egy kisgyermek letes vizsgálattal együtt egy szemüveget kapott. Kaptunk az Úszó Egyesülettől egy ajándékot, egy gyermek nyári táborban vehet részt, ezek érkeztek plusz felajánlásként, valamint a Gézenguzú KC elnöke Szabó Balázs jött el és hozott ajándékot még személyesen a gyerekeknek, amiket kisorsoltunk itt, szivacs kézilabdát. A végeredmény pedig 72 boldog gyermekarc, 72 mosoly és 72 emlékezetes karácsony.